Hogyha jól emlékszem, akkor a Xvin család története és neve nagyon sokszor visszaköszönt már így a ferencvárosi séták alatt Ferencváros történetében. Úgyhogy én javaslom, hogy ismerjük meg a Xvin generációt. Helyszínünk itt a Mester utcai általános iskolával szemben az Ipar utca. Itt van egy gyönyörű szép épület. Igen, ez a valamikori Xvin gyár központja, amelyet 1906-ban adtak át a tulajdonosok számára, és itt folytatta az addig már évtizedek óta működő gyár a különböző termékeknek az előállítását. És hol kezdődik ennek az egykori gyárépületnek a története? Hát térben és időben a 8. kerülethez kell kapcsolnunk a gyár történet indulását, és annyit mindenképpen nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy a Xvin család és a Xvin gyár az az egyik olyan intézményes család, amely a 8. és a 9. kerület történetét összeköti. Ipartörténetét, sporttörténetét mindenképpen összeköti. Xvin Mihály, aki egy győri születésű vállalkozó volt, 1846-ban költözött Pestre, hogy dohánykereskedelemmel foglalkozzon, de ezt a tevékenységet hamarosan abba kellett hagynia, mert az 1850-es évek elején a dohánykereskedelem állami monopóliummá vált, tehát nem tudott tovább kereskedni dohánnyal, és valami másfajta tevékenység után kellett néznie, és úgy gondolta, hogy a szeszgyártás az út, amely a kitörést, vagy a kitöréshez elvezethet, és így is volt. 1853-ban iparengedélyt kért, és 1854-től már el is kezdte a gyára kiépítését és a termelést, és a századfordulóra, tehát az 1900-as évek legelejére a Xvin gyár talán a legismertebb pesti gyárépület volt. A Ferenc körút, Üllői út sarkán állt, a Józsefvárosi oldalon, a mai Korvin negyed elején, mondjuk így, a Korvin mozi, illetve a Korvin házak helyén egy hatalmas nagy épülettömb volt, és itt folyt a működés, itt folyt a gyártás, a különböző termékeknek az előállítása. Milyen alkoholokat gyártottak? Elsősorban égetett szeszes italokat, és hát persze édes likőröket is gyártottak. A legismertebb terméke az életvizének nevezett ital volt, amelyet latinul aqua vitae-nek is hívtak, és legalább annyira híres volt, mint aztán a Cvakgyár Unikum nevű terméke. És Xvin Mihály egy hihetetlen talpra esett és tehetséges kereskedő, illetve gyáros volt, akinek a munkásságát már 1876-ban a király nemesség adományozásával elismerte. A különböző nagy iparkiállításokon mindig nyertek a termékei, a különböző italok, és a gyár pedig folyamatosan nőtt és bővült. De akkor még nem volt vetétársa a Cvakgyár? Hát abban az időben? Tehát a kezdetekkor? A kezdetekkor még nem. Xvin Mihály ismertebb is volt, a neve ismertebb is volt, a gyára nagyobb is volt. Ez körülbelül a 19. század végére változott ez a helyzet. Akkor már a Cvakgyár ismertebb volt, nemzetközileg is jobban jegyzett cég volt. Ugyanakkor történt egy olyan dolog, ami meghatározta a Xvin gyárnak a további működését. A város építészek, a város vezetés, tehát Budapest főváros vezetése úgy döntött, hogy a Nagykörút vonalában nem működhet ipari üzem, mert az a város fejlődést akadályozza. Tehát el kellett bontani azt a hatalmas nagy gyárat, amely az Üllői út Nagykörút sarkán működött, és hát új helyet kellett keresnie a Xvin gyár vezetőinek. Ekkor már Xvin György, Xvin Mihály fia, illetve Xvin Ernő volt az, aki az unoka, aki az üzemet, a gyárat irányította, és hát ezt a helyet, az Ipar utcát választották új telephelyül. Egyébként a család itt is élt? A család nem itt élt, mivel igen tehetősek voltak már ebben az időben, ők a Józsefvárosi Palota negyedbe költöztek, illetve ott építettek maguknak palotát. De itt is voltak lakások. De itt is voltak lakások, ugye nagyon praktikusan gondolkodtak, tehát úgy alakították ki a gyárépületet, hogy az egyben iroda és lakó
komplexumként is működjön. És hát tulajdonképpen az Ipar utcai front volt az, ahol a bérlakásokat kialakították. Tehát ez? Igen, ez ami a, elsősorban ugye, ha az Ipar utcán megyünk végig, akkor a fő homlokzatot láthatjuk. Hát most itt az udvarról lehet látni a belső részt is. És akkor még mi tartozott? Mi az, ami még megmaradt? Ami még megmaradt, illetve felújították, ez a központi épület, a gyár központi épülete tulajdonképpen, ahol iroda is működött. Hát sok olyan épületrész nincs már meg, amelyben a szeszgyártás folyt. 1906-ban költöztek ide, 1906-1907 fordulóján költöztek ide, de akkor már olyan nagy volt a gyár, hogy csak a likőrgyártást végezték itt, vagy irányították és csinálták. Budafokra költözött a szeszgyártó részleg. Sokkal praktikusabb volt még távolabbi, de ugyanakkor könnyen megközelíthető helyre Budapesten kívülre telepíteni a másik üzemegységet. És a harmadik generációnak, Ernőnek a sporthoz is volt köze, úgyhogy most beszéljünk őről. Méghozzá nagyon-nagyon sok köze volt. A Kswint család részt vett a Ferencvárosi Tornaklub alapításában, sőt, Kswint Ernő, aki tulajdonképpen a gyárat nagyon sokáig, egész haláláig irányította, ő igencsak sportkedvelő ember volt, és Springer Ferenc után több mint 10 évig a Ferencváros elnöke, második elnöke volt, és hát szinte minden mérkőzésen ott volt szurkolóként is, és hát nagyon nagy felelősséget érzett a csapatért. Tulajdonképpen az, hogy a Ferencváros a 20-as években sikerre halmozott, az többek között az ő tevékenységének is volt köszönhető. De ugyanakkor egy dél-amerikai túra és annak a bal sikere okozta azt, hogy aztán úgy döntött, hogy visszavonul a sport vezetéstől. 1931-ben a Ferencváros csapata egy dél-amerikai túrán vett részt, amelyet sajnos nem sikerült jól megszervezni, teljesen veszteséges volt, annyira, hogy még arra sem futotta, arra sem jutott pénz, hogy a csapatot, a játékosokat haza hozzák, és Kswint Ernő a saját magánvagyonából finanszírozta a hazajuttatást, illetve ennek a túrának a csődjét, vagy anyagi deficitjét ő állta, de ugyanakkor meg is neheztelt emiatt a sportvezető társaira, és úgy gondolta, hogy 11 évi elnökség után jobban teszi, hogyha lemond. Úgyhogy 32-ben le is mondotta az elnöki posztról. A sport szeretete természetesen megmaradt. És mit tudsz esetleg arról, hogy a jelenben vannak leszármazottak, Kswint leszármazottak? Hát arról tudok, hogy vannak leszármazottak, de sajnos a történelem megakadályozta azt, hogy ez a név, ez a egykor nagyon szép hangzású név fennmaradjon a magyar köztudatban. 1949-ben államosították a gyárat, és a Kswint leszármazottak elmenekültek Amerikába, menekültek, és nem is jöttek vissza, nem is voltak képesek arra, hogy esetleg egy privatizáció során már a rendszerváltozást követően visszavásárolják a gyárat. 1992-ben a CVAK gyárba olvadt, vagy a CVAK részvénytársaságba olvadt bele az egykori Kswint épület tömb is, meg a gyár. Hogy egy kis érdekességgel is megfűszerezzük a család történetét, igaz, hogy a Kswint dinasztiájának köze van a Napfényíze című filmhez? Hát csak nagyon áttételesen, mert Szabó István filmje az természetesen egy fikció, de nagyon sok igazság tartalma is van. Ugye három generációnak a történetét mutatja be, dolgozza föl ez a kitalált történet, de olyan elemei is vannak, amelyek megfelelnek a valóságnak. Ugye az első generáció az a Napfényíze nevű
likőr, vagy édes italnak, a gyógyitalnak a forgalmazásával foglalkozik, illetve hát az alapító atya is a gyár, és biztos vagyok benne, hogy Szabó István, amikor ezt a részt írta, ennek a résznek a forgatókönyvét, akkor gondolt a Cvak családra erőteljesen, és gondolhatott a Ksvin családra is, amelynek a gyárának a legismertebb terméke, ugye az élet vize volt, ez a bizonyos ital, amelyet úgy is hirdettek, hogy nem csak szeszes ital, hanem bizony gyógy növényekből készített gyógyital is.